így van, harc nélkül nincsen győzelem. Ugye, ha belegondolunk, körülbelül 2 éve voltunk itt utolja, vagy először Kövér László házánál. Abban az ügyben volt rendőrségi ügy is, bírósági ügy is. Ott a bíróság felmentett, és azt mondta, hogy nyugodtan lehet a politikusok házánál tüntetni. És akkor térjünk is rá erre a napirendi pontunkra, és majd a végén visszatérünk a sokkolóra, amikor eléggé sokkos állapotban lesz már mindenki. Ugye Kövér László márciusban adott egy interjút, aminek a végén arról beszélt, hogy a gyülekezési törvényt módosítani szeretné. Módosítani szeretné, hogy ne lehessen a politikusok házánál tüntetni, mert hogy a politikusok családja szegényke, hogy azok most meg vannak félemülve a tüntetőktől. Hát én azt gondolom, hogy nem a tüntetőktől kell megvédeni a politikusok családját, hanem maguktól a politikusoktól. Ott ugye az autón, de mindjárt ki is tesszük ide is, légy szíves, a Opelba vannak a ragasztók. Ki is tesszük, mert ugye a kerítésére nem tudjuk kitenni, mert ott ezt a területet lefoglalta magának az önkormányzat engedélyével, és hoztunk olyan plakátokat, amik arról szólnak, tehát a politikusok családját nem a tüntetőktől kell megvédeni, hanem a politikusoktól, hiszen én nem tudok róla, hogy egyetlen tüntető valaha is bántotta volna a politikusok családját, de arról viszont nagyon sok újságcikk van, amikor politikusok bántották a saját családjukat, és hát mások családját is, az már csak egy haba tortán, amikor is erőszakoskodtak, verekedtek, komodort uszítottak rá, vagy ki tudja, hogy hogy volt. Erről bőven van újságcikk, hát ezeket fogjuk most ide kitenni, de hagyjunk a többinek is helyet. Nyugodtan kimehet a véres kéz is, hiszen Kövér kezéhez is vér tapad, és az öngyilkos, gyilkos az is, aki öngyilkosságba taszít másokat. Politikus családos. Tehát, hogy vajon... Vajon a komodoros, a Lázár János, vagy aki szoptatás közben verte össze a feleségét, fideszes politikus, egy másik fideszes politikus, aki verte a feleségét. Fidesz a nőverők pártja jelent meg, de olyan cikket én még nem láttam, hogy olyan cikk megjelent volna, hogy politikus családot verő tüntető, tehát ilyet én még nem láttam. Hogy az életéért küzdött sokszor Balogh volt felesége, egy vágatlan interjú jelent meg szintén ezzel kapcsolatban. Tegyünk ebből még egyet, illetve én is hagyjuk az ide leteszem. És hogyha azt nekem majd egy... Köszönöm. Úgy, köszönöm, Marcia. Csak álljon meg, Marcia, kövön ragasztok. Nekem nincs olyan jó fogalm, mint a Ferinek. Úgy nyomja, hogy... Itt a gép. Feri már dübölt csinálja. Jó, a vasszöget elharapja. Tehát kifejezetten kikérem magamnak az összes tüntető nevében, hogy a politikusok minket állítsanak be agresszívként, vagy bármi másként, hogy az ő családjuk tőlük retteg, nem, a politikusoktól rettegnek, illetve az ő munkájuktól, hiszen ha az zavarja a családjukat, hogy odajövünk a házukhoz, akkor mondják meg a párjuknak, vagy a papának, mamának, hogy tessék szépen úgy politizálni, hogy az embereknek eszébe se jusson a politikus házához oda menni, és akkor majd minden teljesen rendben van. Ugye kikerültek ide még mások is, ugye a ne fizes, ezt továbbra is mindenkinek üzenjük, hiszen ez egy nagyon fontos dolog. Valamelyik nap a Kovács Levente a Kossuth Rádióban is arról beszélt, hogy van egy csapat, akik állandóan azt mondják, hogy ne fizes. Hiszen lássuk be, még a forgalmat sem akadályozza egy tüntetés, tehát akkor miért lenne probléma ez a politikusnak vagy a családjának. Nyugodtan haza is jöhetne Kövér László, itt mondjuk kiszáll az autóból, kezet fog mindenkivel, jól van, hogy vannak, jól vannak, jaj tényleg, de jó, hogy szóltak, nem így kellett volna csinálni, holnap bemegyek és intézkedek, tehát ez lenne a normális szerintem, hát ők nem így szokták csinálni. Tehát ennyit a politikusok családjáról, és mindenkit arra biztatunk, hogy igenis menjen, mert ez nagyon fáj neki, és a ne fizes. Mindenki hagyja abba a fizetést, és meg fog oldódni. A bankok sírva fognak könyörögni, hogy egyezzünk meg, hogy valamilyen módon hadd fizessék ki a kárainkat, és végre írhassák ki a rossz hiteleket a könyveikből, mert ez nem mutat valamit jól a világszinten náluk. Aztán van itt egy másik, ez pedig az, hogy ebbe az országba több Orbán Viktor kellene. Hát én nem értek ezzel egyet, nem tudom, miért van az, hogy Kövér László kevés olyan dolgot mond, amivel egyet bírok érteni. Ehhez is hoztam valamit. Tehát ugye itt van, azt mondta Kövér László, hogy több Orbán Viktor kellene ebbe az országba. Én meg úgy gondolom, hogy egy is.
bőven elég egy darab Orbán Viktor is, nemhogy több Orbán Viktor. Ide nem kell több Orbán Viktor. Egy darab nekünk bőven elég, sok is. Szemét meg akart ugrani. El akartak szaladni. A szél elfújja Orbán Viktort, azt mondjuk. Ennyire könnyű. Megméretetek. Természetesen, könnyű. Ha valaki úgy gondolja, hogy neki sok egy Orbán Viktor is, egész nyugodtan. Ilyen lehetne, csak ugye a tüntetés nem valósíthat meg jó erkölcsbe ütköző cselekményt. Nekem belőle nagyon sok. Gyuri, ezt lesz, hogy ne nagyon fújj el. Kérlek, én is ha valaki még szeretne, én készültem. Egyet nekem is vagyok. Ez pedig a tied lesz. És én ezt vissza is veszem. Köszönöm. Tehát ahogy a dal is írja, hogy nagyon ajánlják, hogy húzzon el még a nyáron. Galacsi. Ja. Majd a következő tüntetésen el is égetjük őket. Jó, ezt így elvisszük és el is égetjük. Ide ma nem akartunk ekkora dologgal jönni. Oké. Okay.